Bár már vége a tanévnek, olyannyira, hogy elérkeztünk a vakáció fél idejéhez is, mégsem zárták be kapuikat teljesen az iskolák. A karcagi Marista iskola is nyári napközis tábort szervez diákjainak, elsősorban olyan hátrányos helyzetű roma fiataloknak, akiknek a szülei nem engedhetik meg maguknak, hogy gyermekeiket táboroztassák. Ezen a héten kézműves foglalkozásokkal, lelki nappal, teremtéskönyvkészítéssel, a mai napon, illetve rózsafüzérkészítéssel, kahutos kvízekkel készültünk. A héten több alkalommal megyünk a helyi strandfürdőbe, fagyizás lesz, kirándulunk a debreceni állatkertbe, illetve itt van velünk 10 fő spanyol fiatal, ők önkéntesek, és Marista iskolából érkeztek ők is. 30 fő jelentkezett erre a kéthetes napközistáborra, még most folyamatosan érkeznek a gyerekek, hozzájuk jön még a, ezen a héten a 8 fő spanyol fiatal, a következő héten pedig 10 fő. Hátrányos helyzetű roma gyerekeknek szól ez a tábor, akiknek a szülei nem tudják biztosítani sokszor a lehetőséget a kirándulásra, a strandos programokra és egyéb játékokra sem. Nekik ez nagy segítség, ez a két hét ezen a nyáron és minden nyáron, amikor megcsináljuk. Minden évben igyekszünk egy kicsit többet, egy kicsit mást. Vannak állandó programjaink, ezek a strandos napok. Minden évben szervezünk kirándulásokat, ezeket minden évben igyekszünk máshová, hogy minél színesebb élményekkel gazdagodjanak a gyerekek. Nagyon jól érzik magukat, minden évben nagyon várják, és különösen izgulnak, amikor jönnek a spanyol fiatalok, és van lehetőségük velük beszélgetni angolul, ismerkedni velük, és nagyon szeretnek itt lenni. Mint ahogy egész nyáron is tudnak jönni, de ez a két hét, ez különösen népszerű. A kéthetes nyári tábor hagyománya, hogy a lelki gyakorlatok mellett minden évben valami pluszt adjon a gyerekeknek. Így nagyon ritkán fordul elő, hogy kétszer egymás után ugyanoda mennének kirándulni. Korábban már jártak Szolnokon, Kenderesen, Tiszadersen, vagy éppenséggel Poroszlón, idén Debrecen a célpont. De a változatosság mellett állandó programelem a karcagi helyismereti séta is.